Műsorunk témája Kína. A sok ezer éves kínai kultúra hagyományai, a mai Kína kultúrája, történelmi és politikai háttér, gazdasági folyamatok, tudomány, technológia és innováció Kínában, a kínai ember mindennapjai, egy szóval minden, ami Kína. Olyan vendégeket szólaltatunk meg, akik jól ismerik a kínai kultúrát, a gondolkodást, segítenek eligazodni a távol-keleti országban, és jobban megérteni azokat a kulturális, geopolitikai, gazdasági, vagy akár politikai folyamatokat, melyek Kínában zajlanak. Magyarország 2010-ben fogalmazta meg a keleti nyitás politikáját, majd 10 évvel ezelőtt 2013-ban első Európai Uniós országként csatlakozott a Kína által meghirdetett övezet és út globális kezdeményezéshez. Ehhez a földrészeken átívelő infrastrukturális, gazdasági, pénzügyi együttműködéshez azóta 152 ország csatlakozott, mely a világ lakosságának 75%-át és a teljes globális GDP közel 40%-át fedi le. Az elmúlt 10 évben a kezdeményezés keretében több mint 1000 milliárd dollár értékű infrastrukturális beruházás valósult meg. Ez alatt az idő alatt az övezet és út program keretében Magyarországon is számos eredményes kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi együttműködés indult el. Milyen szolgáltatásokat nyújt a Bank of China a közép-kelet-európai régió vállalkozásai számára, illetve miért fontos a jelenléte? A Bank of China Közép-Kelet-Európa kínai finanszírozású, Kínán kívül terjeszkedő vállalkozásokat tekinti a fő ügyfélkörének. Emellett a közép-kelet-európai helyi vállalkozásokra is összpontosít. Széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk a kínai tulajdonú, illetőleg kínai kapcsolatokkal rendelkező helyi vállalkozások számára. Számlavezetési és clearing, betét és hiteltermékek, valamint kereskedelem finanszírozás formájában. És miért fontos a bank jelenléte? Fontos, hogy ösztönözzük a kétoldalú kereskedelmet és a befektetéseket. Ezért örülünk annak, hogy bankunk mára a közép- és kelet-európai régióban a nagyobb vállalatok és a jelentős beruházási projektek fogadóbankjává vált. Számos közép- és kelet-európai országban nyújtunk átfogó hiteltámogatást az energiaipar, a távközlés, média és feldolgozóipar vezető vállalkozásainak. Támogatjuk az övezet és út együttműködést és a renminbi üzletág bővítését. Az idei év első felében a bank több tucat övezet és úthoz kapcsolódó projektet valósított meg, melyek hitelállománya összesen több milliárd amerikai dollárt tett ki. Kína az elmúlt években pénzügyi támogatóként és jelentős beruházások finanszírozójaként is jelen volt Magyarországon. Ennek kapcsán mesélne a két ország között létrejött partneri kapcsolatokról és azok fejlődéséről? 2023 az övezet és út kezdeményezés 10. évfordulója, és a kínai-magyar átfogó stratégiai partnerség bejelentésének 6. évfordulója is egyben. Az elmúlt években a kínai-magyar barátság és együttműködés figyelemre méltó eredményeket ért el. A számos a maga nemében egyedülálló projektet valósítottunk meg közösen. Magyarország az első európai ország, amely egyetértési nyilatkozatot írt alá Kínával az övezet és út együttműködésről. Az első közép-kelet-európai ország, ahol renminbi elszámoló bank létesült. Az első olyan európai ország, ahol két tanítási nyelvű kínai-magyar iskola létesült, és az első Európai Uniós tagország, amely elismerte és használta a kínai vakcinákat. Mindez jól tükrözi a kínai-magyar kapcsolatok magas szintjét és minőségi fejlődését. Milyen volumenű kínai beruházások valósultak meg Magyarországon? Mit mutat a befektetések mögötti stratégiai gondolkodás? A koronavírus járvány, a bonyolult nemzetközi helyzet és más kedvezőtlen hatások ellenére a kínai-magyar kétoldalú kereskedelem inkább növekedett. A kínai vállalatok eddig több mint 18 milliárd eurót fektettek be magyarországi projektekbe. Idén várhatóan összesen mintegy 10 milliárd euró értékű beruházásokra lehet még számítani az országban. Ez jól mutatja, hogy a Magyarország a kínai vállalatok első számú célpontja lett
az európai befektetések terén. Mivel Kína minden eszközével támogatja a kínai típusúnak nevezett modernizációt, melyben a gazdaság gyorsítja a fejlődést, a kínai nyitás újabb és újabb lehetőségek kínál a kétoldalú gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok és együttműködés terén. És ezzel egyidejűleg a világgazdaság stabilitásához is hozzájárul. Ha jól tudom, Magyarország a kínai vállalatok egyik legvonzóbb befektetési célországa Európában. Mit gondol, mi ennek az oka? Magyarország egyedülálló előnyökkel bír. Először is az elhelyezkedése kiváló. Nagy európai közlekedési csomópontként 5 nemzetközi repülőtérrel, 7 autópályával és 5 vasútvonallal rendelkezik. A logisztikai és kommunikációs hálózata fejlett, és több mint 200 ipari park található az országban. Másodszor a foglalkoztatás rendkívül költséghatékony, hiszen Magyarországon az átlagbér lényegesen alacsonyabb, mint a nyugat-európai országokban. Harmadszor a befektetési politika kedvező, a vállalkozások itt akár a beruházási összeg felét elérő befektetési támogatásban részesülhetnek. A társasági adó pedig mindössze 9%, ami a legalacsonyabb az Európai Unióban. A magyarországi megújuló energiakapacitások fejlődése szempontjából is érdekes dinamika figyelhető meg Kína kapcsán. Ugye a magyarországi nagyütemű fejlődés ezen a területen az utóbbi 10 évben valósult meg, a kapacitásokról szóló adatok is mutatják. Egybeesik ez nagyjából egészéből a kínai övezet és út programnak a 10 esztendejével, ami ugye 2013 óta tart, és hát lehet tudni azt, hogy egyrészt maguk a napelemek nagyon gyakran a kínai piacról vannak itt a magyarországi felhasználás szempontjából, és van jó néhány ilyen jelentős kínai beruházás, amely nagyobb teljesítményű naperőművekről szól. Itt a szakmában mennyire érzékelhető ez a kínai kapcsolat, és ez a folyamat, amit itt felvázoltam? Ugye a termékek szempontjából, tehát említettem én is, hogy a napelemeknek a jelentős része, és akkor ezt megerősítem, illetve még egy picit pontosítom, hogy a legyártott napelemeknek durván a 90%-a, 85-90%-át Kínában gyártják. Ennek az együtt egy övezet programhoz nem igazán van köze, ez egy egyéb történet, egy egyéb jelenség, ahol nagyon, nagyon ügyesen és nagyon határozottan dominanciát szereztek a kínai gyártók. Egyébként meg tökéletes minőségű termékekkel. Tehát, hogy azért ezt is hozzá kell tenni, hogyha ez nem lenne adott, akkor nem lenne ez a piaci szerep. Vannak ugye kérdőjelek egyébként EU-ban is, meg az USA-ban is, hogy itt most van-e mögött esetleg olyan szubvenció, ami kérdőjeles lehet. Ez egyelőre nem egy olyan szintű probléma felvetés, ami például az európai iparágat érdemben befolyásolná. Tehát a gyártói oldalról ez teljesen egyértelmű. A beruházói oldalról igen, vannak nagy kínai beruházók, de azt gondolom, hogy a más új iparági beruházási szegmensekhez képest egyébként nem annyira nagyon dominálnak. Van néhány nagyobb erőmű, ami kínai beruházók üzemeltetésébe, kezelése vagy birtokában van, de ez egyáltalán nem domináns a magyar piacon. Egyelőre legalábbis. És mondjuk a trendet se feltétlenül látjuk. Még talán említésre méltó az, hogy most a napelemekről beszéltem gyártás szempontjából, de ugye az inverterek az is egy domináns, vagy hát inkább azt mondom, az a szíve a napelemes rendszereknek. Itt is erősek a kínai gyártók, és jönnek föl, de azért azt lehet mondani, hogy azért az inverter iparág, az inverter piacon
a helyi jelenlét, a szerviz háttér, a kiterjedt szerviz háttér, a garanciális kérdéseknek a gyors kezelése, ez a helyi gyártókat, és jelen esetben egyébként nagyrészt európai gyártókat még mindig jobb helyzetben tudja tartani az esetlegesen olcsón, nagy mennyiségben jövő távol-keleti árucikkekkel szemben. Egyébként érdekes lesz figyelni majd ezeket a folyamatokat, mert ugye lehet tudni nyilatkozatokból, hogy például a Bank of China, amelynek Budapesten is van képviselete, az ilyen megújuló energia kategóriájú befektetéseket erőteljesen igyekszik a saját banki eszközeivel szorgalmazni és támogatni, úgyhogy itt majd látunk majd még gondolom különböző fejleményeket. Gazdaságkutatók is foglalkoznak a kétoldalú kapcsolatok elemzésével. Arra kértük dr. Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem adjunktusát, hogy értékelje az övezetés útkezdeményezés egy évtizedét. Ugye nehéz tulajdonképpen csak ezt a 10 évet vizsgálni, hiszen a kelet-közép-európai régió, vagy hazánk és Kína közötti kapcsolat az nem az egy út egy öv meghirdetésével kezdett el fejlődni, hanem már a 2000-es évek eleje óta, és tulajdonképpen ennek az egy út egy övnek a meghirdetése is egy pillére volt ennek a kapcsolatépítésnek, de az egyértelműen látszik, hogy azt követően egy intenzívebb szakasz következett be sok tekintetben ebben a relációban. Ennek milyen definiálható pontjai vannak, tehát amelyhez esetleg adatok is kapcsolódnak, világosan látható folyamatok, megállapodások? Rengeteg infrastruktúrát érintő projektről beszélünk az elmúlt 10 évben. Azt nem mondom, hogy rengeteg projekt meg is valósult, mert az infrastruktúrális projekteknek a sajátossága az, hogy nem egyik percről a másikra köttetnek meg. De az azt megelőző időszakban a kereskedelmi kapcsolatok fellendülésére sor került, működő tőkebefektetésekre sor került, infrastruktúrális projektekről viszont kevésbé esett szó. Ezt az időszakot követően azért számos olyan projekt volt, amelyek egy része végül nem valósult meg, mások megvalósultak, illetve van számos olyan projekt, ami jelenleg is megvalósulás alatt áll, ilyen például a Budapest-Belgrád vasútvonal is, és ez mindenképp egy új színfoltot, egy új területet hozott a két entitás, tehát a mi régiónk és a Kína közötti együttműködésben. Azok a projektek, amelyek az övezetés út programhoz kapcsolódnak, és Magyarországot is érintik, vagy magukba foglalják, azok hogyan illeszkednek az egész nagy koncepcióba? Alapvetően úgy gondolom, hogy jól illeszkednek, bár azt hangsúlyoznám, hogy olyan nagyon-nagyon sok projektről jelenleg nem beszélhetünk. Tulajdonképpen a Budapest-Belgrád vasútvonal az, ami elsősorban ennek a két országnak a viszonylatában megvalósulni látszik, de számos egyéb ötlet is felvetődött az idők során, valószínűleg lesz majd több is. De volt olyan is, ami különböző hol technikai, hol Európai Uniós akadályok miatt végül nem valósulhatott meg. Ez nyilván kevésbé illeszkedett az eredeti koncepcióhoz, de sok esetben a kínaiakon kívülálló okok miatt nem került ezekre sor. Az a kínai törekvés, hogy voltak éppen jó néhány országgal igyekeznek hasonló mélységű kapcsolatokat kialakítani. Ebben a mi térségünkben hogyan érvényesül? Azt hiszem, hogy a mi térségünkben érvényesül leginkább. Tehát úgy gondolom, hogy Kína ebben a régióban egyértelműen Magyarország személyében talált egy meglehetősen elkötelezett partnerre, de tulajdonképpen, ha Európa egészét nézzük, még akkor is megállja a helyét ugyanez a kijelentés, mert úgy tűnik, hogy ebben a relációban, a kínai-magyar relációban van meg a legtöbb szándék és potenciál az egy út egy övhöz kapcsolódó együttműködésekre, míg más országok esetében ez sokszor hiányzik, adott esetben különböző fenntartások jelennek meg a fogadó országok, vagy a lehetséges fogadó országok részéről, és talán Magyarország az egyetlen szereplő a régióban és Európában is, aki ha nem is szó szerint fenntartások nélkül, de mindenképp tárt karokkal várja az ilyen jellegű együttműködéseket. Ennek az egész együttműködésnek, amely megnyilvánul alkalmasint befektetésekben, finanszírozásban, tehát egy igen komplex folyamatról van szó,
a távközlés az mennyire szerves része? Hát az 5G hálózatokra gondol, ha jól sejtem. Ugye itt egyfajta kötelezettségvállalás, vagy legalábbis egy nyilatkozattétel magyar részről történt, hogy azóta a háttérben milyen folyamatok zajlanak, én kevésbé tudom, de az tény, hogy még Európa jelentős része kifejezetten elzárkózik attól, hogy kínai vállalatokkal, jelesül például a Huawei-jel együttműködve fejlesz az 5G hálózatot Európában, vagy az egyes uniós tagországokban, addig Magyarország kifejezetten kijelentette, hogy szándékában áll ezt a fejlesztést a kínai cégekkel végrehajtani. A közgazdasági elemzésekből az kiderül, hogy ezek a kapcsolatok végül is a magyar gazdaság fejlődése szempontjából meghozzák azt a fajta pozitív hatást, amit remélnek tőlük? Ezt most még nem lehet megítélni. Tehát ehhez nem elég a 10 év, itt még 10 évről sem beszélhetünk, hiszen a távközlés kapcsán az együttműködés az tulajdonképpen folyamatban van, a legtöbb egyéb infrastruktúrális projekt esetében is, vagy kigondolás alatt, megállapodás alatt áll a dolog, vagy éppen hogy csak elkezdődött, tehát ezt ilyen távon nem lehet még kijelenteni. Ez közgazdászként ilyen biztos, hogy nem állíthatnék még, hogy ez igen vagy nem. Szó van olyan termelő projektekről is, termelő vállalatokról, amelyek alkalmasint kapcsolódnak a már Magyarországon működő, adott esetben német autógyárakhoz, vagy más ipari létesítményekhez, termelő üzemekhez. Ezeknek a lehetősége, ez mennyire reális, mennyire tűnik úgy, hogy meg is valósulnak? Nagyon sok termelőberuházás van már itt Magyarországon és a régióban máshol is, ami kifejezetten kínai vállalattól származik. Ez sem feltétlenül az Egy út, egy jöv kezdeményezés meghirdetésétől datálható, hanem már azt megelőzően is sor került ilyen jellegű beruházásokra. Ugye a régió országai, beleértve Magyarországot is, alapvetően egy olyan növekedési pályára álltak rá még a 90-es években, amelyiket kifejezetten a külföldi működő tőkeberuházások hajtottak. Egy ideig elsősorban a régióból, Európából érkeztek ezek a befektetések, aztán egyre inkább megjelentek Európán kívüli szereplők, majd a 2000-es évek elejétől Kína is. És itt is igaz az, mint az infrastruktúrális projekteknél, hogy alapvetően Magyarország egy meglehetősen népszerű célpont, és itt talán nem is csak kifejezetten azért, mert a magyar hajlandóság megvan az együttműködésre, hanem mert a kínai vállalatok nagyon jó véleménnyel vannak a magyar munkaerőről, Magyarország geopolitikai elhelyezkedéséről, és arról, hogy milyen értékláncokhoz kapcsolódnak a magyar termelők, tehát azt, hogy itt például német autóipari cégek is vannak, akikhez beszállítóként lehet kapcsolódni. A finanszírozása ezeknek a kínai működőtőke befektetéseknek látható, hogy milyen szerkezetű, tehát hogy kik a fő befektetők, ezek magáncégek vagy állami tulajdonú cégek, kialakul-e ilyen kép? Ez abszolút látható, és nagyon vegyes a kép, tehát magántulajdonú vállalatok is fektetnek be hazánkban, de sor került már állami tulajdonban lévő vállalat beruházására is. Azt, hogy a finanszírozási szerkezet hogy néz ki, ugye nyilván azért a utolsó fillérig erről adatokat nem kapunk, de azt azért lehet tudni, hogy általában a kínai befektetési összeghez, ha úgy tetszik, ezt csinálóként a magyar kormányzat is ad némi támogatást, sokszor egyébként nem is keveset, amely nélkül nem tudom, hogy megvalósulnának-e ezek a befektetések, nyilván ehhez bele kéne látni a kínai tárgyalópartner fejébe, de biztos, hogy valamilyen módon azért hozzájárul a magyar befektetési környezet népszerűsítéséhez az, hogy a kormányzat is ad némi pénzt a befektetés megvalósításához. A kínai gazdaság és a nemzetközi gazdaság egy évtizedéről beszélgetünk stúdió vendégünkkel, Barca Györggyel, aki korábban vezető banki közgazdasági elemzőként dolgozott, volt az EBRD igazgatója, és az állami adósságkezelőnek a vezérigazgatója is, mondhatni egyebek mellett. És ez az egy évtized, ami most itt szóba kerül, az utóbbi egy évtized, hiszen az övezetés út program, amelyet 2013-ban hirdetett meg Kína, az utóbbi évtizedben produkált olyan
fejleményeket, olyan változásokat, amelyek érdekesek közgazdasági, gazdasági elemzői szemszögből, és a folyamat nem áll meg, folytatódik, tehát érdemes egy pillanatra megfigyelni, elemezni, hogy voltak éppen hol is tartunk. Amikor ön, mint közgazdász rátekint egy ilyen programra, amelynek többféle pillére van, akkor voltak éppen mit érzékel, milyen jelentőségű, milyen összetettségű programról van szó? Hát először ugye, hogy mi a célja, tehát azt, aki ezt elindította, ez esetben ugye a Kína, ő neki mi a célja ezzel? Ugye az látszik, hogy ő neki ez egy nagy nemzetközi program, tehát nem csak egy országról szól, hanem az egész világban ez kínai befektetések ösztönzéséről szól, tehát és elsősorban infrastruktúra projektekre, tehát milyen fajta befektetésekről van szó, illetve a finanszírozás az hogyan áll össze, és itt ugye a finanszírozásban pedig jelentős része van a kínai bankhiteleknek, tehát magát a finanszírozást is a kínai állam adja hozzá, tehát egy nagyon széles körű, a világ minden táján létező programról van szó, minden kontinensen, ez elsősorban infrastruktúra beruházásokra és jelentős részben, esetlenként akár 80%-ban kínai bankok által finanszírozott program. A korábbi elemzői tapasztalatokra is alapozva kérdezem, hogy az egyes kormányok, amikor a saját terveiket készítik, akkor az ilyen típusú programokat mennyire érezhetik olyannak, ami az ő számukra egy biztos fejlődési irány? Ugye attól is függ, hogy milyen a diplomáciai kapcsolat, illetve milyen tervek vannak. Általában ugye sok afrikai ország vesz ebben részt, Európában elsőként ugye Magyarország, de vannak benne dél-amerikai országok is, vagy ázsiai országok is, és azt látjuk ugye, hogy azok az országok, ahol egyáltalán erre lehetőség van, arra ők szívesen részt vesznek ebben. Energia erőművektől kezdve útépítésen át vasúti projektekig nagyon sokféle dolog beletartozik ebbe. Tehát általában akit erre meghívtak, mert ugye ez egy olyan fajta kezdeményezés, ami egyfajta meghívás alapján van, tehát nem lehet önként csatlakozni hozzá, a kínai állam vagy szeretné ezt az adott országgal, és akkor kialakul egy együttműködés, vagy pedig nem, tehát nem egy olyan nyílt egyfajta program, amit meg lehet csak úgy pályázni, vagy bizonyos feltételek mellett automatikusan részvételre lehet számítani, és ezek az országok általában ugye szívesen vesznek ebben részt, és bíznak abban, hogy ezek a elég nagy méretű infrastruktúra beruházások, ezek ugye tartósan is segítik a növekedést. Átmenetileg biztos, hogy segítik, ugye, mert amikor egy építkezés elindul, az megemeli az országnak a GDP-t, a jövedelmi szintjét, ugye nő a foglalkoztatottság, tehát addig, amíg maga a beruházás tart, ami esetenként akár 5-10 év is lehet, addig biztosan van egy pozitív hatása. De azért az is kérdés, hogy a hosszatávú hatás az végül micsoda, és ugye itt figyelembe kell venni, hogy milyen költsége van egy ilyen beruházásnak, elsősorban ugye ezek bankhitelek, amire viszont ugye kamatot kell fizetni, és ez a kamatszint ez változó is lehet, tehát nem feltétlenül lehet az induláskor egészen pontosan, hogy biztosan kiszámítani a hosszú távú költségeket, de hát azt kell nézni hosszú távon, hogy aztán később mondjuk, ha megépül egy út, egy autópálya, akkor az azt igénybe vevők száma elég magas ahhoz, hogy valóban egy hosszú távú erre pozitív eredménye legyen, és nem csak azt elég nézni, hogy oké, magasabb lett a GDP, mert ugye az összekötetés nőtt, sokan használják az autópályát, hanem azt is kell nézni, hogy ennek milyen költsége volt, és hogyha azt a költséget levonjuk belőle, akkor végül is mi az egyenleg, és ez egy nagyon nehéz kérdés már, vagy olyan értem, inkább azt mondom, nagyon bizonytalan, és akkor innentől kezdve ezt nem is lehet tulajdonképpen egyértelműen eldönteni, és akkor nagyon sokféle vélemény megjelenik, ugye pro és kontra. Ugye az országok egy részében, Magyarországon feltétlenül ugye piacgazdaság van, tehát ilyen körülmények között működik az együttműködés az övezetés út programmal. A piaci szereplők számára ez milyen lehetőség, vagy hogy tekintenek erre ön szerint?
Hát általában azért ugye ez kormányközi együttműködés jelent, és a kínai állami bankok, fejlesztési bankok részvétele mellett általában az adott országnak is a fejlesztési bankja, tehát az állami fejlesztési bankja vesz ebben részt. Tehát magánfinanszírozás az ilyen szempontból nem vesz részt. Maga ugye a beruházásnak a megvalósításában persze igen, tehát hogy ott ugye mondjuk egy útépítést, amit említettünk, ott ugye kellenek belföldi útépítő cégek, ugye, tehát abban van egy pozitív hatása biztosan. A hosszú távon pedig ugye hát ez a kérdés egy ilyen nagy infrastruktúra beruházásnak, hogy valóban azt használják-e elegendően, tehát hogy valóban volt értelme azt megvalósítani, vagy egyszerűen mondjuk egy olyan út összekötetés jött létre, amit egyszerűen nem használnak, mert még rosszak voltak a tervek, nincs igazából igényre, vagy csak naponként néhány autó megy el, akkor ugye nem éri meg, mert hát annak a megvalósításnak a költsége kamatokkal együtt az jóval magasabb annál, mint hogy most néhány autó furikázol rajta. Ugye Magyarország szempontjából az egyik zászlóshajó ebben a programcsomagban a Budapest-Belgrád vasútvonal, amelyre ugye úgy tekintenek, mint egy hosszú távú, az európai szomszédos országok számára is lehetőséget nyújtó kapcsolat Pireusszal, ami ugye oda-vissza a Kínával majdan zajló kereskedelmet azt segíteni tudja. Ezt lehet, ha úgy tetszik, modellként értékelni, amely magánhordozza ennek a programnak a legfőbb ilyen gazdasági infrastrukturális jegyeit? Igen, természetesen lehet. Tehát ugye a cél az elég világos, hogy a kínai kereskedelmi forgalom, ahogy említette, Pireuszból, görögországi kikötőből beérkezzen, és onnan aztán továbbításra kerüljön vasúton Nyugat-Európába, és ez a vasútvonal vezet majd keresztül Magyarországon is. Tehát itt ez egy láncolat, hogy a többi országban is épülnie kell ilyen vasútvonalnak. A Pireuszi kikötőben azt hiszem 30 éves koncessziója van a kínai államnak, és megfelelő mennyiségű áruforgalom legyen oda-vissza. És itt ez a legdöntőbb kérdés, mert ez egy nagyon nagy összegű beruházás, azt hiszem olyan 7 milliárd euró körüli összeg, és ennek a 80%-a kínai bankhitelből származik, tehát arra pedig kamatot kell majd fizetni a magyar államnak, és azért 7 milliárd eurónak egy alacsonyabb kamattát is, ha annak veszük a 80%-át, akár csak 4-5%-os kamatot, azért az már egy elég jelentős összeg, és ezt ugye akkor éri meg kifizetni, hogyha közben az áruforgalom olyan mértékben emelkedik, akár azért, mert Magyarországra érkezik, vagy innen megy ki áru, vagy akár a tranzit miatt, ugye, hogy az ebből származó GDP növekedés közvetlenül is, meg áttételesen is, az magasabb legyen, mint amit a kamatra ki kell fizetni. És hát ez egy elég jelentős bizonytalanság, mert nehéz megjósolni, hogy mondjuk 10 év múlva a kínai gazdaság mennyire lesz még mindig erős az exportban. Az elmúlt 20 évben nagyon erős volt, tehát az elmúlt 20 év alapján azt lehet mondani, hogy valószínűleg ez egy megtérülő beruházás lesz, de látjuk mondjuk az utóbbi hónapokban, utóbbi egy-két évben azokat a jeleket, hogy lehet, hogy a kínai gazdaságnak a növekedési modellje, ami a korábbi 20 évben volt, az meg fog változni, és kevésbé lesz exportorientált, jobban egy zártabb belső fogyasztás, belső kereslet vezérelt gazdaság lesz. Vannak problémák, most már az építőiparban látszanak, tehát nagyon erős a kínai gazdaság, és nagyon nagy tartalékai vannak, de azért mondjuk az elmúlt 20 évben, 25 évben nem láttunk olyan fajta helyzetet, mint ami most kibontakozni látszik, és ezért most megjelent egy ilyen bizonytalanság, hogy 5 év múlva, 10 év múlva vajon továbbra is az a nagyon erős exportvezérelt kínai gazdaság lesz, mint ami mögöttünk van. Az övezetés útkezdeményezés túlmutat az eddigi gazdasági beruházásokon és együttműködéseken. További, a következő évtizedekben az egész emberiség sorsát is befolyásoló globális kapcsolatok épülnek a fenntarthatóság, a zöld energia egy jobb jövő jegyében.